Molnár Zoltán családi gazdaságban foglalkozik gyümölcs termeléssel. A gönci termelő 15 hektáron többfajta kajszi barackkal foglalkozik. Ezek a fák jelenleg nyugalmi állapotban vannak, nem károsítja őket az időjárás, mondta. Az ültetvényeikben többfajta kajszi is megtalálható, a meccésnél pedig nem félnek újfajta technikákat is alkalmazni. Ez a későbbi épp termés mennyiségén fog meglátszani. Eddig a gyümölcsfák itt... A kajszira gondolok elsősorban, mivel az egyik fő növényünk is itt a gönci körzetben is az egyik fő gyümölcsfaj, amit termesztenek, az a kajszi barack. Eddig nagyon jól áll, mivel még kényszernyugalmi időszakban vannak a fák, így a most fellépő éjszakai, illetve délelőtti és esti fagyok még nem károsítják a gyümölcsfákat, nincsenek még a rügyek megduzzadva. Ez akkor lenne probléma, hogyha már legalább pirosbimbós duzzadt állapotban lenne a rügy. Ha fehérbimbós állapotban van, akkor ez nyilván már egy fokozott veszélyt jelent. Ebben az ültetvényben, amiben most állunk, itt próbáltunk ki egy újabb meccést, ami egy kompaktabb koronát eredményez. Ettől azt várjuk, hogy hamarabb fordul termőre az ültetvény, illetve a szedésnek a sebessége tud így jobb lenni. A gutaütés a kajszi barackfák betegsége, ez pedig a gyümölcsfa pusztulásával jár. Ha a gyümölcsösben elkezd terjedni, az nagy anyagi károkat tud okozni a termelőknek, mondta Zoltán. Hozzátette, hogy azért igyekeznek elkerülni ennek az elterjedését, mivel erre még nincs olyan permetszer, amely megoldást adhat. Nagyon kiszámíthatatlan a terjedése, és nagyon nehéz lenne védekezni, mivel három baktérium és egy gombafaj okozza ezt a tünetegyüttest, ami hirtelen elhalásával jár a fáknak. És hogyha egyszer befertőzött valamelyik kórokozó a fába, utána onnan már kipusztítani nem lehet, tehát azt kell megakadályozni, hogy megfertőzzék a fákat ezek a kórokozók. Erre exakt válasz még nincsen. Tehát nincs egy kontakt növényvédőszer, amivel ezt ki lehet küszöbölni, ez egy folyamatos monitorozással és folyamatos okszerű növényvédelemmel lehet olyan kondícióban tartani a fákat, hogy jobban ellen tudjanak állni ennek a betegségnek. A családi gazdaságban többféle gyümölcs termelésével foglalkoznak, tette hozzá. Egyelőre azt várják, hogy a termés mennyisége a múlt évinél jobb legyen, akkor ugyanis szinte a teljes terméskezdemény elfogyott.